Az ítélőtábla jogereje után a cégbíróság is az UT-nek adott igazat az Újpest FC-vel szemben a Lilafehér Futballklub címerének egyoldalú megváltoztatása miatt. A negyedik kerület nagy egyesülete most a régi jelkép visszaállítását kéri. Erről és a Lila aktualitásokról Őze István klubigazgatóval. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt kívánok! Az UT egy felhívást tett közé, amelyben kérik Düsatel urat, hogy hajtsa végre immár két bíróság ítéletét. Hát nem tudom, kérés, ezt most nem inkább követelni kellene, vagy felszólítani? Továbbra is barátságosak vagytok, nem? Hát ez egy régi történet, ez majd egy-két évtizedes történet. Ugye onnan kezdődött, hogy 19 évvel ezelőtt, mikor eladtuk a labdarúgó KFT-t, amikor a KFT-ket, illetve a labdarúgó csapatokat KFT-be kellett vinni, akkor olyan feltételekkel és olyan szerződéssel adta az UT, amely a szurkolóknak és az UT-nak a hagyományokat, a címer használatot és egy-két olyan dolgot kikötött, amelyet aztán az elmúlt két évtized alatt minden magyar tulajdonos betartott és tiszteletben tehát, tartott. Tehát amit nélkületek ugye nem lehet megváltoztatni. Vannak 100%-os, igen, amit nélkülünk nem lehet megváltoztatni, a külföldi tulajdonos ezt megváltoztatta. Hiába volt a tüntetés, hiába volt a tiltakozás. Eljutottunk oda, hogy bíróság elé kellett vinnünk ezt az ügyet. Ez a bíróság, ez két szálon futott, egyrészt a cégbíróságon, másrészt pedig a személyiségi jogi pert indítottunk a KFT ellen. Másodfokon mind a kettőt megnyertük, nincs még vége ennek a pernek, meg még lehet menni az ítélőtáblához, de most úgy néz ki azért, hogy nyerőbe vagyunk, hogy sportosan fejezzük ki magunkat. Na de most hogyan lehet ezeknek az ítéleteknek a végrehajtását kikényszeríteni? Természetesen az út mindig a jogi utat járja, és mindig a jogszabályoknak megfelelően jár el. Különböző időpontok vannak a bírósági ítéletben megszabva. A cégbíróság az megbüntette a KFT-t 300 000 forintra és helyreállítást kért. A személyiségi jogperben pedig 15 nap múlva kell felrakni az ítéletet a KFT honlapjára, nyilvánosságra kell hozni, valamint 30 nap múlva kell a bírósági ítéletét végrehajtani. Ha most nézzük a határidőket, akkor ez a 15 meg 30 nap, ez hol tart jelen pillanatban? De jól emlékszem, 25-én kaptuk meg a személyiségi jogban a hivatalos írásbeli ítéletet, ugye azt jelenti, hogy 9-én, ha jól számolok, és a 30 nap az pedig a 25-től számított 30 nap. Tehát akkor nektek most nincs más dolgotok, mint meg kivárni azt az időt, és megnézni, hogy akkor mi történik az Újpest FC honlapján, és megjelenik-e például ott a régi címer újra, igaz? Ez lesz az első lépés, igen. És hogyha ott nem látjátok, akkor mi történik? Hát ez egy megint nagy és jó kérdés, hogy mit csináljunk. Ugye nekünk a fő problémánk az, hogy az UT-nak az az alapcélja, hogy az Újpest nevét viselő felnőtt labdarúgást támogassa Újpesten. Ezért tesszük azt, hogy amiben lehet és ami képességeink megengedik, mindenbe segítjük őket. Itt a licencátviteltől kezdve beszélhetnénk akár a stadion használatig. És ugye sokszor nem értjük azt, hogy a stadion használatnál, amit már rég aláírtunk volna a szerződést, azzal miért húzzuk az időt és miért nem tudjuk ezt lezárni, ezt a dolgot. Mint mondtam, az UTE mindenk segíteni fogja az UTE felnőtt labdarúgását, de hát azért azt egy kicsit túlzás lenne elvárni, hogy egy idegen címert használó Jobs Forward nevezeti utánpótlás csapatot az UTE bármilyen módon is támogasson. Na most akkor tehát ebből mi lehet mégiscsak a végkifejlet, hát az még évekig eltartott akár egy végkifejlet látva ezt a helyzetet. Van-e kapcsolatod neked például most Düsatel úrral? Te például mikor beszéltél vele utoljára? Általában mi nem a Düsatel úrral szoktunk tárgyalni, illetve már régen tárgyaltunk Düsatel úrral. A legutolsó közgyűlésen ő is részt vett, az alkalmazottaival tárgyalunk. Azt mondom, hogy hetente szoktunk találkozni. Mint mondtam, most éppen a stadion bérbeadás ügyében tárgyalunk, amelyet már egyszer letárgyaltunk, lezártunk, véleményadásra fordultunk az MNV-hez, ezt előírják, hogy a szerződéseink, majd amikor alá kellett volna jönni a szerződést, akkor újra kitalálták, hogy újra indítsuk el, újra kezdjünk el tárgyalni, újra menjünk az MNV-hez, tehát húzódik mindegy rétes tészt az egész történet. De ennek történet. Mi lehet a ti feltételezésetek szerint az oka, például a stadionnál? Sok mindent lehet feltételezni, de igazából ez a stadion megint egy hosszú történet, hogy a stadionnak elég nehéz megszerezni a licencét, ez a pályafűtés problémája. Tavaly évben az UTE felajánlotta,
hogy a pályafűtés mindegy felével beszáll ennek a megjavításába. Ekkor az MLS is, az UTA is úgymond győzködte Dussatel urat, hogy ezt a variációt hajtsuk végre. Végül is Dussatel úr úgy döntött, hogy nem fogja elfogadni ezeket az ajánlatokat, és ő tavasszal saját pénzéből, vagy saját tavos pénzből, ugye nem tudom pontosan a konstrukciót, ő el fogja ezt végeztetni, ezt a munkát. Hát most úgy látom, hogy ez az ígéret sem fog megvalósulni, mert most ismét valamilyen más variáció kezd életbe lépni, nem tudjuk, meglátjuk. Azt mondom, hogy keresztényi türelemmel viseljük a sorsunkat. Egy a cél, hogy az újpesti szurkolók azok a Megyer útra járhassanak labdarúgó mérkőzést. Hogy ne vigyék el onnan a ne vigyék el onnan, és az Újpest nevés viselő labdarúgó csapat az Újpesten játszan. Hát nem a tiétek, de azért mégis hol a határ, ameddig az UTE ennyire a szívén tudja viselni a futballklubnak a sorsát? Én azt gondolom, ennek nincs határa. Tehát veletek bármit meg lehet csinálni. Mi mind anya egyesület. Én hát azt mondom, ez egy kicsit rossz indulatú megjegyzés, hogy bármit meg lehet velünk csinálni. Mind ahogy a példából látszik, a törvények adta lehetőségeken belül mi mindennel megpróbálkozunk, a szurkolók és a hagyományaink védelme érdekében. Hogy mindent meg lehet csinálni, ezt azért én nem gondolom, de türelmesek vagyunk. Ha nem lenne ez az áldatlan vita a felnőtt futballklubbal, akkor nagyjából hátradőlhettél, és az UTE jelenével és közeljövőjével meglehetősen elégedett lehetnél? Én azt gondolom, hogy nem csak én, hanem az összes szurkolónk. Hát ugye ennek az évnek szakmailag az egyik nagy kihívása a közelgő olimpia. A nagy eredményt hozó versenyzőink kezdenek visszatérni, ugye a Danuta szülés után edzésbe állt, a Krisztián operáció után újra edzésbe állt, fiatalaink sorra hozzák az eredményeket. Azt gondolom, hogy lassan elkezdődnek az olimpiai kvalifikációk, tehát ezekre a versenyekre kell készülnünk. A beruházások kapcsán pedig azt kell mondanom, hogy óriási beruházások előtt áll az UTE. Ugye ezek a beruházások két részre oszthatók, egyrészt amik el fognak kezdődni idén, a másik pedig az a rész, amit vissza kell vinnünk a kormány elé a tervezéseket. Hát ha most elkezdem felsorolni, szerintem nem fogunk beleférni az időbe, csak gyorsan összefoglalva, ami elkezdődik idén, az a vívóteremnek a felújítása, a kajaktelepnek a felújítása, a ráckevei kajaktelep megépítése, a Megyeri úton a főépület rendbehozása, a Megyeri úton a boxbirkozó terem rendbehozása, a Tábor utcában a labdarúgó pályák építése, a Tábor utcában a edzőjégcsarnok és curlingpálya megépítése, az atlétikai folyosó meghosszabbítása, az atlétikai pálya felújítása, a kosárlabda vagy a röplabda csarnokunknak már állnak az oszlopai, illetve ugyanott egy edzőcsarnok felépítése. Azt gondolom, hogy ez így gyorsan elhadarva is elég soknak tűnik. Igen, hát erről már beszélgettünk itt ebben a műsorban. Akiről nem ejtettél szót, Gyurta Dániel. Egy nagyon fontos, ikonikus alak, de ebben az évben és a következő években a ti jelenlegi tudásotok szerint elsősorban sportdiplomata lesz, vagy versenyző marad? Gyurta Dániel az most utazott el a téli olimpiára, több mint két hetet fog ott tölteni, és reméljük, hogy magyar versenyzőnek fog érmet átadni. Ilyen pillanatban ez a Gyurta Dánielnek a feladata, és reméljük, hogy ezt az éremátadást meg is fogja tudni ejteni, mert olyan eredményesek lesznek a... Azt gondolom, hogy a korcsolyázóink, hogy érmet fog tudni neki. Igen, ez egy jó válasz volt, hiszen ugye valószínűleg nem ő fog érmet szerezni mondjuk curlingben, hiszen nem indul, meg hát ugye úszás sincsen, mert ugye befagyna Pyeongchangban minden víz, talán még az úszadában is, de fog-e úszni még nálatok? Ezzel kapcsolatban a klub, ti mit tudtok az ő döntéséről, elképzeléseiről? Én azt tudom erre mondani, hogy az olimpia után fogunk ezzel foglalkozni, ugye neki elég sok sportdiplomáciai feladata van. Kétségtelen, hogy évek óta nem úgy szerepel, mint ahogy azt ő is és mi is elvárnánk, de mint az előbb mondtam, mi türelmesek vagyunk és töretlen a bizalmunk. Ugye ha valaki elmegy szülni, azzal sem nagyon foglalkozunk, sőt nagyon örülünk neki, ha valakit megoperálnak, azt nagyon sajnáljuk és segítjük abban, hogy visszatérjen a sportban, mind ahogy ezt ugye Berke Krisztián, mert egy operáció után meg is tette az Európa-bajnokságon, nagyon szépen szerepelt. Hát a Danival is ez a helyzet, meg kell várnunk, hogy ő benne leülepedjen a döntés, és döntést hozzon, hogy most a sportdiplomácia, vagy pedig a zúszás. Hát valamilyen értelemben ez is egy nyilvánvalóan nehéz szülés lesz. Akkor nincs más dolgunk nekem is, mint riporterként, talán annál mondva, mint sürgősen várakozni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm.